Az eseményt minden második évben rendezik meg, a település szüreti felvonulásával felváltva. Délelőtt is elég sokan voltak, mindenkit azért vonzott ez a kis vetélkedő, a gyerekeknek habparti is volt, ugrókötél bemutató, úgyhogy próbáljuk elég színessé tenni a rendezvényünket, és elég népszerű is, így minden korosztályt meg kicsit megmozgatunk. A rendezvényen idén Potápi Árpád János országgyűlési képviselő adta át a település díszpolgári díját. A mai nap azzal is kiegészült, hogy a díszpolgári címet adták át, illetve a polgármester asszonyok közösen adhattuk át egy olyan személynek, aki egész életében nagyon sokat tett az itt élő emberekért, az óvodát vezette nagyon hosszú időn keresztül, és azért neki is köszönhető, hogy azok, akik például ebben a sátorban éltek, hogyan szocializálódtak például az óvodában, hogyan tanultak viselkedést, egyáltalán az életnek az alapvető dolgait hogyan tanulták meg. A rendezvényen délután egy kulturális műsor szórakoztatta az odalátogatókat, és a napot egy bállal zárták.